Számos kulturális intézmény, köztük a Híres Agóra, a Nemzeti Színház és a Katona József Múzeum zárvatartása miatt a szokásosnál kevesebb eseményel ünneplik idén Kecskeméten a Magyar Kultúra Napját. Az érdeklődők mégis találhatnak színvonalas programokat. Szombaton 16 órától Agócs Gergely népzenekutató népzenész tart előadást hagyomány és társadalom címmel a megyei könyvtárban. Vasárnap délelőtt 10 óra 30-tól egy fehér lófia előadással újra megnyitja kapuit a Ciróka Színház. Hétfő este 18 órától pedig a Kodá iskolában kerül sor különleges hangversenyre. Az egykor az iskola falai közt tanuló Lizdias fuvola művész Itz és Gergely lép színpadra magyar zeneszerzők fuvola műveivel és magyar fuvola művészek átirataival. A Bozsó gyűjtemény mától január 19-től tart újra nyitva, így a hétvégén már megtekinthető a Bozsó 100 emlékév első jelentős tárlata, mely a 100 éve született festőművész Bozsó János munkásságának első szakaszát tekinti át. A Kecskeméti Televízió vasárnap a Magyar Kultúra napján 18 óra 55 perctől műsorra tűzi az RTL csatorna szilveszteri adásának részletét, melyen Erdei Péter Karnagy vezényletével a Kecskeméti Énekeskör és a Mirákulum Gyermekkórus énekli el a Magyar Himnuszt a Kodá Iskola dísztermében.